A magyarországi diákok ma a Temerini Kókai Imre általános iskolában vehettek részt különböző foglalkozásokon. Próbáljuk a kézműves foglalkozásokat egy kicsit felélénkíteni, feleleveníteni, úgyhogy az egyik tanteremben pirográf technikával égetik a fát, a másikban csokiöntés, csoki manufaktúra van, a harmadik színhelyen kötnek, és a negyedik színhelyen pedig falra festenek magyar népi motívumokat, ugyanis ennek a programnak a fő célja a hagyományápolás és az európai kultúra megőrzése Európában. Ez egy Erasmus Plus program, amiben szeptemberben beléptünk. Reggel korábban kell érkezni, az biztos. A tantárgyak is máshogy vannak el, hogy itt már korábban szétvál az természetismeret külön tantárgyakra, a Prászkában, hatodikban még nem. Nagyon sok különbséget még nem fedeztem fel. Én a Súrján Emmát fogadtam, és hozzájöttem vissza, és nagyon jó barátnők lettünk szerencsére, aminek nagyon örülök. Szeretném megismertetni Bogdárkával azt, hogy a szerb kultúrát és a szerb nyelvet egy kicsit, mert nagyon furcsának és érdekesnek találja. Sok barátot és élményt is lehet gyűjteni, meg új kultúrákat, meg helységeket meg lehet ismerni. A legfurcsábbnak azt találom, hogy más tantárgyat ők tanulnak, amit nálunk meg nem tanítanak. Mi az, ami a legjobban tetszik? Ami a legjobban tetszik, a közösség, ha nagyon sokan vannak és befogadóak, és jól lehet focizni és játszani is velük. A tanárok elmondták, hogy a gyerekek barátkozhatnak, új élményeket szerezhetnek, a pedagógusok pedig tapasztalatokat cserélhetnek, megismerhetik egymás munkáját. A világlátásuk nagyon kinyílik, tehát például a mi gyerekeink közül még senki nem várakozott határon ennyit, kivéve az, akinek itt van rokona. És mert olyan is van köztünk. És ez is egy új tapasztalat volt nekik, hogy nem átsuhan a határon, hanem egy kicsit várni kell. Lelkesen és kíváncsian jöttek, és lelkesen és kíváncsian vannak itt most is. A háromnapos találkozó idején a vendégdiákokat színes program várja. Részt vesznek iskolai tanórákon, színházi előadást láthatnak, a tóparti tanyán szabadtéri népi játékokkal ismerkedhetnek meg, kipróbálhatják a szalmalabirintust, majd röplabda bajnokságot rendeznek. Ezen kívül megnézik a Péterváradi várat, és megtekintik Újvidék központját is.